Kilenc napja az özönvízszerű esőzés miatt maradt el a találkozó, ezúttal pedig délelőtt még attól lehetett tartani, hogy hőgutát kapnak a kilátogató nézők, illetve hát a játékosok és a játékvezetők. Ehhez képest egy jó fél órája beborult és elkezdett esni az eső is néhány perccel ezelőtt. Nem tűnik rossznak, nem jön a védő és megállt a kapus, Lencse emelése, ott az üres kapu és kifejeli Korhut. Mekkora helyzet volt ez a hatodik percben. Nincs beadás sem, aztán átviszi a túloldalra. Mészáros, Mihelics megpattan, Hajdukról pedig kipattan szögletre. Az a szerencséje, hogy nem Bódi elé, mert ott túlálkodott a debreceni középpályás. Gallardo, Fábio, nem rossz, Novakovicsról kipattan, ott az üres kapu, de nincs lövés. Cvitkovics, hát ezt ő se így gondolta. Denkovics, és nekifutott Bódinak, de be tudja így is adni, ott a helyzet, és kétszer is blokkolnak, de még Cvitkovicsnál. Majdnem átfűzte ott bent a 16-oson belül Korhutot még egyszer. Ez jó labda, Bódi érkezik, Hajduk visszalép, üres a kapu és becsúszva ment Tamás. Mihelics. Nem rossz, Szakály nagy helyzetben, nem tudta hol a labda. Jól emeli át, bizony átmegy Korhuton, Denkovics, Korhut utol érte. Szeme volt ennek a labdának, amit Gallardo adott. Valamit változtatni kell a Debrecennek. Mihelics kihámozza, Bódi lövőhelyzetben ellövi, és Hajduk megfogja. Ez most egy jó megoldás volt. Szélesi kirúgta. Most viszont jó volt a kényszerítőzés. Szakály bemegy az alapvonalon, és földre kerül, de nincsen csak kirúgás. Nagyon szeretett volna egy büntetőt kapni a debreceniek csapatkapitánya. Buadla. Jó az ívelés. Bódi befut az ember ögé. Zitzer gól! Hogy elaludt Fábio? És szinte a semmiből megszerzi a vezetést a Debrecen. Persze ez kellett egy szenzációs indítás is. Tisza nincsen lesen. Tisza! Visszafele Bódi lyukat rúgott, de mekkorát, de még ott van Zsidai előtt, ellövés mellé. Bódi. Nagyon nagy labda a Szidibének. Eltöri, de így gólhelyzet, Szakály, Tisza belelövi a kapusba, pedig Szakály jobb helyzetben volt. Buadla a fölé. Nagy tűzi játék a 16-oson belül. Szidibe rosszul találja el, de így lesz jó, mert Vasicskó elrontja. Tisza belelövi a kapusba. Cvitkovics. Átmegy a labda Szakály mellel, és megfogja Novakovics. De hogy miért nem fejjel, azt elképzelni sem tudom. Buadla visszaszerzi, szélesítől ellopja, átemeli Buadla fölé. Meccslabda volt, kikaparta magának Buadla a lehetőséget, de fölé emelte. Rávezeti Mészáros a Tisler, gyenge lövés. Novakovics meg kiejti. Ott ólálkodott Óvári. Ebben a pillanatban tehát a Debrecen győz, és ha matematikailag még nem is, de gyakorlatilag bajnok a hajdúsági együttes.